Majd piciké egy könnyebb témáról beszélünk, legalábbis annyiból, hogy nem konfig fájlokat fogunk tekergetni szervereken, de egyébként egy fajsúlyos dologról van szó. Van ugyanis egy olyan eszköz szinte mindenkinél, amit nagyon-nagyon sokan használnak, de valójában nagyon kevesen figyelnek oda a biztonságára, ugyanakkor hát elég sebezhető eszköz, és elég aktívan próbálják is sokféle módon kihasználni a sebezhetőségét, ö, ö, átverős oldalaktól, vírusokon át, ö, becsapós üzeneteken keresztül, sok minden, sok minden úton, módon próbálják, hát vagy az eszközt, vagy az eszközt használó embert ö, hát rávenni arra, hogy valamilyen számára hátrányos dolgot készítsen, valamilyen számára kártékony dolog történjen, akik viszont ezt szeretnék, az ő számukra hasznos. Hát ez az eszköz pedig nem más, mint a Telefon, Ö, na jó, ez a telefon, ez nem nagyon alkalmas kód futatására, de egyébként vonal van benne, viszont ez a telefon, ez a telefon, ez alkalmas rá, és hát a nagy helyzet az, hogy a mobilokkal nagyon-nagyon sokan nem foglalkoznak. Mindenféle szírszar alkalmazást föltelepítenek, minden szírszarra rákattingatnak, és aztán jön a csodálkozás. Mit lehet tenni? Hát az első dolog, hogy a rossz hír, hogyha az ember szeretné úgymond kimaxolni a biztonságot, akkor például olyan telefont már nem használ, ami nem támogatott. Itt van például ez a Mi 8-as telefon, ez egy teljesen jó működő telefon, Látjátok, most is működik, de azon kívül, hogy mondjuk ilyen kamerának használom, vagy ennek a kamerának a visszajelzőképének, hát a telefon funkcionalitását már nem tartja. Ez még szerencsére bőven támogatott készülék, úgyhogy nagyjából itt kezdődik a történet, hogy hát támogatott készüléket kellene használni. Ez persze nem mindig járható, tudom én, a nagy, nagy valóság az az, hogy hogy ez nem mindig megy, hiszen például egy ilyen telefonnak két év a támogatása, ennek mondjuk öt. Na mindegy, szóval ezt a felét, ezt ilyen zárójeles, de azért fontos mondatként, ha jejezzük meg, ami sokkal-sokkal fontosabb ennél a felhasználó, hogy miket telepít föl, mikre nyom rá, mennyire tudatosan használja az eszközét. De természetesen a legnagyobb tudatosság mellett és ezt még egyszer elmondom, hogy legyünk tudatosak, mert rengeteg ember tényleg minden szírszart föltesz a telefonjára, de ha nem vagy ilyen, hogy minden szírszart föltesz a telefonodra, én is igyekszem nem minden szírszart föltenni a telefonra, azt hiszem elég sokszor hangsúlyoztam már, hogy ne tegyetek föl minden szírszart a telefonra, meg ne rá mindenre. Szóval akkor sem árt valami fajta védelem. Persze, ugye a Google áruházból elméletileg nem nagyon tudsz letölteni olyan programot, amiben van valami, olyan appot, hát a gyakorlat meg az, hogy a Google áruház tele van olyan appokkal, amik, hát hogy is mondjam, kérdésesek. És akkor mindig nem beszéltünk az ilyen átverős e-mailekről, valamilyen messenger üzenet, amiben link van, stb. Tehát azért több helyen el tud vérezni ez a történet. Szóval nem ártana, hogyha van valami fajta védelmi eszköz a telefonodon. Hát lehet ilyeneket találni. Aki még nem tudott volna erről, annak elmondom, hogy vannak ilyenek. Én most az egyiket fogom megmutatni, amit én használok, ezért mutatom ezt meg. Ennek van egyébként egy ingyenes változata, tehát tulajdonképpen, ha egy úgymond alapszintű védelem kell, ahol mondjuk neked kell manuálisan frissíteni a vírus de kapsz egy, egy alapvető vírusvédelmet, akkor tulajdonképpen ennek az ingyenes változatát is használhatod. És most megmutatom, mi ez a program, csak rengeteg e-mail jött közben, ez a hátránya annak, hogy, hogy, ez egy élő telefonon mutatom meg, és emiatt nem is tudok majd mindent megmutatni teljesen. Szóval, eset, mobile security. Miért esett az eset? Miért esett az esetre a választásom? Nagyon-nagyon régóta használom én már az ő általuk még Not32 néven futó víruskeresőket gyakorlatilag az ügyfeleimnél is mind-mind esett termékek vannak, nagyon jó véleményem van róluk, e, jók vagyok a tapasztalatom, más gyártókkal is van tapasztalatom, e, ott volt, hogy nem volt ennyire zöggenőmentes a kapcsolatunk, mármint a szoftver is közöttem. E, egy időben egyébként viszont eladó is voltam, de a kata megszűnésével inkább leadtam az áfát, mert vannak Hát, hogy is mondjam, önkormányzati ügyfeleim, és hát nem tudtam volna még emelni 30%-ot, úgyhogy inkább átmentem áfa mentesbe. Egy szóval nem vagyok már viszonteladó, tehát senki nem gyanúsított meg azzal, hogy nekem ez bármifajta érdekem fűződik, hogy ezt a, a szoftvert mutassam be. De évek óta használjuk megelégedésre, úgyhogy őt fogom bemutatni. Tehát, ahogy mondtam, ennek van egy ingyenes változata is ami alapfunkciót rendel, alapfunkciókkal rendelkezik, kézzel kell frissíteni az adatbázist, és egyébként van benne egy víruskeresés, keresés, nagyjából ennyit tud. Nekem a megvásárolt változat van, ez olyan cirka évi 3000 forint, én azt gondolom, hogy évi 3000 forint megéri, hogy, hát fokozzuk a mobil eszközünk biztonságát. Ugye ez nem csak telefon, tabletre, ilyesmire is alkalmas, de én a tabletnek nem vagyok uh, célközönsége. Nézzük, hogy miket lehet látni, ha elindítjuk ezt a mobil security-t, miket tud, illetve egy pár gondolat előre. Tehát, hogyha vírusvédelemről beszélünk, uh, van benne lopás, hát nem védeni, védeni akkor lehetne őröket állítanák mellé, de azért lopás esetén is elég sok lehetőséget biztosít a számunkra, az eszköz eltűnése esetén inkább így fogalmaznék. Bizonyos programokat még külön lehet védeni, van benne egy hívásszűrő, Szülői egy funkció is ebben van benne, de én ezt nem használom, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni. Na, hát akkor ezeken gyorsan végig fogunk futni, hogy miket tud ez a jószág. Tehát először is most, a bejövök itt a fő oldalra, választhatnám az eszköz ellenőrzését, illetve van egy biztonsági jelentés. Ha erre rákattintok, akkor láthatom, hogy hát tulajdonképpen mik történtek itt a, a, az utóbbi időben. Így, nip! És akkor nézzük végig, hát... Van a klasszikus antivírus funkció, ez gyakorlatilag beállítani, hogy ütemezett is legyen, nekem az láthatjátok, le van tiltva, ellenőriző, ez töltéskor ellenőriz, és hát ugye itt lehet frissíteni kézzel is, hogyha nem lenne napragész az alatbár is, de ez autonikusan megtörténik a fizetős változatban, az ingyenest kézzel kell frissíteni, és ha rányomunk az eszköz ellenőrzésére, hát akkor végigszul egy ilyen alapvető antivírus ellenőrzés. Szerencsére minden zöld, szuper zöld. Oké, okay, haladjunk tovább. Adathalászat elleni védelem. Hát ugye ez az, amiket mondtam, hogy mindenféle gyanús linkek is jöhetnek, weboldalak stb. Itt be lehet kapcsolni, hogy alapvetően milyen alkalmazásokat szeretnék én védeni az adathalászat elleni védelemmel. Hát nálam ezek vannak bekapcsolva. Itt én azt gondolom, hogy mindegyik faírat önmagáért beszél, úgyhogy fölösleges, és ezt külön részletesen elmesélnem. Ide le van írva, láthatjátok, hogy ezt tudja. Következő pont a hálózat felügyelet, amire rányomhatunk. Én itt elindítottam már egy ellenőrzést. Uh, tulajdonképpen feltérképezi azokat az eszközöket, amik vele egy Wi-Fi hálózaton vannak. Úgyhogy itt láthatjuk, hogy mégis hát így kik vannak a környezetünkben, és milyen eszközök vannak így körülöttünk. Ezeket meg tudjuk nézni. Most a fizetésvédelem. A fizetésvédelem az tulajdonképpen, hát itt le van írva a sugóba, de ugye nem igazán e, mély műszaki információkkal van ez megfogalmazva. De gyakorlatilag az itt szereplő ilyen banki alkalmazások a többi alkalmazástól jobban elszaparálva futnak, hogy ez konkrétan mit jelent a gyakorlatban, hogy egyfajta ilyen idézőjelben c 3 környezetben működik-e, éve vagy sem, az egy jó kérdés, de hogy igazándiból, ha sugó belenézünk, kapunk egy ilyen információt, de lényegét nem tudjuk egyébként meg, hogy, hogy hogyan van ez elszeparálva konkrétan az adott alkalmazás a többi alkalmazástól, de ezek a banki alkalmazásokhoz ígér egy, egy emeltebb védelmet, az eset. Ha esetleg nézik a, a, az esettől valaki, akkor vagy alá is kommentelheti, vagy szívesen beszélgetnék velük egy videóban arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez konkrétan egy kicsit így mélyebb műszaki részletekben. Ez felkérő volt Keringőre. Oké. Okay. Hívásszűrő. Na most a én ha rákattintok, akkor látszódnak az el, elmúlt hívásaim, úgyhogy én most rá fogok kattintani, és rögtön tovább is kattintok a hívásszűrő szerkesztésére, mert igazániból itt csak privát adatok látszódnának az utolsó késbejövő hívások listája. Viszont itt tulajdonképpen fel tudok venni szabályokat, tiltás, engedélyezés alapján, személy, csoportok, rejtett szám, satöbbi alapján. Tudok meghatározni hívások fogadását, illetve elutasítását. Akár ugye egyéni időpontot is megadhatok, és ezzel le tudom korlátozni, hogy mondjuk este hét után ne hívogassanak fel engem azzal, hogy nem tudja elküldeni a kiskutyás képet a, akár kiének e-mailben, és jaj, biztos leállt a Google szervere, és rúgjak bele, vagy valami egyéb ilyen hatalmas problémával. Tehát a hívás is része ennek a csomagnak, nagyon hasznos eszköz egyébként. Van egy biztonsági audit, tulajdonképpen itt kapunk egy tájékoztatást arról, mi az, amivel esetleg kellene foglalkozni. Át lehetne nézni itt az alkalmazások engedélyezését, hogy mihez van joga, mihez nincs, tényleg kell annyi joga. Hát ez gyakorlatilag, mint hogyha kaptunk volna egy szakembert, aki átnézi a telefonunkat, és javaslatokat tesz, hogy mit csináljunk. Hát egy audit, <gly> gyakorlatilag tényleg. Az alkalmazás védelem szintén egy jópofa dolog, mert először is ide már új lenyomattal vagy PIN-kóddal lehet bejutni. Ez a PIN kód, ez nem ugyanaz a pinkód, ami a telefon feloldására való. Az alkalmazásban lehet megadni egy új PIN-kódot, És a hát tulajdonképpen itt, amelyik alkalmazáson van ez a lakat, azon rajta van ez az alkalmazás védelem. Az azt jelenti, hogy ha a telefon fel is van oldva, de ha valaki eléül a telefonnak feloldott állapotban, ezek az alkalmazások elindításához akkor is kell neki egy új lenyomat vagy PIN-kód. Így például elkerülett, hogy mondjuk jó a kollega, elhagytuk a telefont, nem zároltuk, nem zárolt autonikusan, úgy gondolja, hogy nagyon jó móka lenne megszüntetni a YouTube csatornámat, és feloldja a YouTube alkalmazást, és megszünteti. Vagy konkrétan nekem a e, nagyobbik kislányom mondjuk e, a családcsoportban vicces üzeneteket írkál a nevemben a Messengeren, ezt már nem tudja elkövetni, mert ha most rányomnék a Messengerre, akkor kéri tőlem a személyazonosság igazolását, vagy ha ne ezt nyissuk meg, mert ez talán túl sok személyes adatot tartalmaz, de mondjuk a YouTube-ra, ha rá ő is kér egy új lenyomatos azonosítást, és miután azonosítottam a YouTube-ot, mármint miután azonosítottam magamat, utána indul a YouTube-ba. Na most itt ugye gyakorlatilag, ha valamire rányomsz, akkor rákerül a lakat, mondjuk a az üzenetek alkalmazásra megnyomom, rákerül a lakat, és innentől fogva ő is már csak a, a, a plusz azonosítással együtt fog működni. Itt látható, még egyszer rákerülök, eltűnik az összes gépre telepített alkalmazás nálam, vagy telefonra telepített alkalmazás. Nem véletlenül hagytam utoljára az eltulajdonítás elleni védelmet. Ezek vannak alapból most nálam beállítva, tehát ha a SIM kártyát a telefonból, akkor bizony-bizony a telefon zárója magát, három feloldási kísérlet után zárója magát, és hát megjelennek partneradatok, tehát az én általam írt szöveg megjelenik, a telefonszámom és egyéb adataim, hogyha valaki megtalálna jó a telefon, ott hagytam valahol, akkor tudjon nekem szólni, ugye a telefonszámnak sok értelme nincsen, a sajátot megadni, de valaki másét igen, esetleg egy e-mailt lehet, illetve hát tulajdonképpen engedélyezzük, hogy fényképezeket készíthessünk a telefonunkkal, akkor is, amikor nem vagyunk ott, ugyanis, ha a készüléket eltulajdonították, akkor van lehetőségünk arra, egyébként, hogy a Google-nek a saját rendszerében is van lehetőség arra, hogy megtaláljuk a telefont, és adott esetben zárójuk vagy töröljük. Itt egy picit több lehetőségünk van annál, úgyhogy hát mutatom is. Ha elmegyünk az Eset Home oldalára, ahol bejelentkezünk, ugye ezt a fiókot létrehoztunk hozzá, egy fiókot be tudunk jelentkezni, akkor egyrészt látjuk a jelenlegi licenszeinket, a jelenlegi eszközeinket, és hát a licenszeket Tulajdonképpen megnézhetjük, nem látszódik a licenc Itt van egy pár free, és tulajdonképpen itt van a, a fizetős, ami ezen az eszközön is rajta van. Látható, hogy ez jelenleg kettő ö, eszközön van használatban, és még hármon felhasználható. És ha eljövünk ide az eszközökbe, akkor megnézhetjük az összes eszköz megjelenítését, hogy hát jelen pillanatban milyen eszközökön ö, van. License, vagy milyen eszközökhöz van liszenz hozzá rendelve. Hát tulajdonképpen a, a, az A72 az innen simán eltávolítható, mert ezt én már eladtam, tehát ezt innen nyugodtan kidobhatjuk. Hmm. Kaptunk egy hibát, nem engedi leválasztani, nyomok egy frissítést, hmm. utána azért eltűnt. A Redmi Note 4 is kikerült már ebből a körből, ha már itt járunk, tisztogatunk, úgy tűnik, hogy ez, ez minden áron hibákat fog itt dobni, és a Nexus 4 is. Ha minden igaz, akkor most itt marad, jó, a kevesebb eszköz, így van, az S23 őróla van szó, ha rákattintunk, akkor láthatjuk, hogy hát mikor a, a a programverzió mikor lett aktiválva erre a telefonra ez a védelem, de a lényeg, hogyha az eszköz eltűnt volna, ide rákattintunk, és rögtön bejutunk arra a felületre, ahol az eltűnt eszközöket lehet tekergetni. Na! Ugye, ha a mobilnet nincs bekapcsolva az eszközön, akkor, akkor problémás lehet a nyomkövetése. Tehát a, a, telefonon is, ha kikapcsoljuk a mobilnetet, akkor mindig kapunk egy figyelmeztetést, hogy nem teljes a védelem. Hát tulajdonképpen itt a Mi nak is az a baja, amiért itt szerepel, hogy hogy nem teljes körű, ő pedig még nem tűnt el innen, tehát nem tudom, hogy innen eltávolítjuk. Majd a frissítés után talán ez el is fog távolítódni. Nem távolítódik el. Kitűnő hiba bejelentés ezek a... Reméljük egy idő után eltűnik. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Majd kiderül, visszajövünk. Itt most igazándiból erről a telefonról van szó. Őt szeretnénk megnézni, és hát megnézzük, hogyha eltűnik a telefon, mit lehet vele kezdeni. <laughs> Itt Lefutattam én már egy, egy lopástesztet, és ennek látjuk az eredményét, ugyanis, hogyha lefújtatunk egy, egy lopás akkor kaphatunk aratokat arról, hogy hol van az eszköz, és készít fényképeket is a kamerájával, szerencsés esetben az elkövetőről. Én most megnyomok itt egy teszt futtatását, és fel fog jönni a telefonon egy, egy jelzés, íme, hogyha tesztet engedek futtatni, elfogadom, tehát ez most még csak a teszt. Ilyenkor tulajdonképpen hát kicsit játsszuk el, hogy ellopták a készüléket, mindjárt meg fogjátok látni, hogy, hogy mi történik. Ez fut ilyenkor a teszt, próbálja meghatározni a helyadatokat, illetve készít képeket az elő- és hátlapi kamerával is, de egy picit ennél többet tud a, valós lopás, amit majd mindjárt eljátszunk egy, egy tényleges eszközeltűnést. Na, hát meg is kaptuk, hogy uh, hol van most ez a telefon jelen pillanatban, illetve megkaptuk azt is, hogy uh, hát uh, az elős-hátlapi kamera az mit rögzített. Jelenleg ezt rögzítette. Rendben van. Uh, Picikét még belefutunk, mielőtt itt durrantunk egy igazi lopást ebben a történetben. A beállítások menüpontban, új, ma, majdnem látszott a készülék feloldók, ugye? tehát a beállításoknál az ugyanis lejjebb van, amivel föl lehet oldani a készüléket, úgyhogy azt most nem látszik szerencsére a képernyőn. olyan, de itt be lehet olyanokat állítani például, hogyha merülne az akkumulátor, akkor még mentse el az eszköz helyét, tehát adott esetben lemerülés előtt meg lehessen találni a telefont, mondjuk, hogy elvesztettük valahol, akkor akkor azért meg tudjuk keresni, merre volt utoljára még ez az eszköz. Aztán üzeneteket küldhetünk az elkövetőnek, itt tudunk elkészíteni majd egy üzenetet, hogyha bejelentettük, illetve meg tudjuk nézni a korábban elküldött üzenetek előzményeit is. Meg lehet nézni egy optimalizálást, hogy teljesen megfelele a, a, a lopásvédelemnek az eszköz, és tulajdonképpen itt látható, hogy mi történtek itt a, az elmúlt időben, amit egyébként le is lehet tölteni, tehát nem fontos a webes felületen nézegetni. Ezeket az adatokat, ezeket el lehet akár küldeni a rendőrségnek is. Letöltöttük, vagy hát elvisszük egy CD-n, aztán remélhetően tudják olvasni. Na, akkor játszunk el egy, egy lopást, jó? Azt mondjuk, hogy eltűnt az eszközöm. Hát ugye ez még nem fecsenető, hogy lopás lehet, hogy én hagytam el, nyomjunk rá egyet, eltűnt az eszközöm. Biztos eltűnt az eszközöm? Biztos eltűnt az eszközöm. Ebben a pillanatban, hogy eltűnt az eszközöm, kaptam egy ilyen, egy ilyen feliratot. Látjátok, most ezt így mutatom. Záról van az eszköz, és hát meg lehet nézni a partneradatokat, rákattintok ott egy e-mail címet, kapok a partneradatoknál e-mail, de egyébként sok mindent nem lehet vele tenni. Na most egyébként, ugye, ha tudod a feloldó kódot, ami ugye ott volt, akkor fel tudod oldani, és be tudod pötyögni, és fel tudod oldani a, a telefonodat. De másképp nem tudod feloldani, és hát vészhelyzetnél viszont ugye tudsz egy segélyhívó számot hívni, de ennyit ennyi körülbelül, amit tudsz csinálni ilyenkor az eszközzel. És hát tulajdonképpen itt az eset Home oldalán meg tudod nyomni a törlés gombot, és minden adat törlődik a telefonról, ugyanis hát ö, mi a rosszabb? Az a rosszabb, ha eltűnik a telefonunk, és buktuk a rajta lévő adatokat, vagy az még rosszabb, hogy eltűnik a telefon, és a rajta lévő adatokhoz mások is hozzáférnek általában ez utóbbi zűrösebb, tehát ha úgy gondoljuk, hogy hogy, 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 akkor jobb lesz, ha inkább ezt legyakjuk, akkor itt rányomunk a ne gombra, nehogy most rányomjak, és távolról szépen mindent legyak a telefonról. Közben itt láthatjuk, hogy helyileg hol vagyunk, és készítgető itt vadulám a fényképeket, folyamatosan frissítgetve, készítgeti a fényképeket, hogy hát merre járunk, milyen IP címen, hol vagyunk, Satöbbi. Tehát, hogy ez itt majd készül. És ö, meg lehet szólaltatni a szirénát. Nagy öröm ám, amikor szól egy ilyen. És hiába húzom le a hangerőt. Visszanyomja. Tehát én nyomhatom itt a lefelé, de visszanyomja. <laughs> ez a sziréna szólni fog. Elnémítani se tudom. Visszanyom mindent. Nincs esély. Oké, nyomjunk rá arra, hogy visszakaptam az eszközömet. Visszakaptam az eszközömet. Paty. Nagyon jó, visszakaptuk az eszközünket. Na hát nagyjából ez az, amit tud ez a szoftver, úgyhogy aki szemezett vele, annak remélem, hogy most sikerült egy kis betekintést adnom. Itt egyébként ez még mindig nem tűnt el innen, hiába nyomok az eszköz eltávolítására, úgyhogy itt van valami kis bug, de a lényeg, hogy a fő funkciója az jól működik a dolognak, úgyhogy remélem, hogy majd ez is eltűnik, vagy hát majd orvosolják, vagy valami történik vele. Nem, mint a túlsűrűn bejárnék ide, de most, hogy itt megláttam, zavaró egy picikét, hogy itt van. Innen válasszuk már le, és akkor lehet, hogy onnan is eltűnik. De én itt szerintem már rányomtam egyébként. Opp na most nem dobott hibát a böngésző. Figyelitek, figyelitek, most nem dobott hibát a böngésző. És akkor lehet, hogy már itt sem lesz itt az eszközök között. Hát azért ez túlzott optimizmus volt. Úgy tűnik, hogy ettől a Redmi Note 4-től, de megszabadul! Nem szabadultam meg, átkerült ide. <laughs> Redmi Note 4 nem fogok megszabadulni, csak azt, hogy hova ugrik, de innen nem tudom eltávolítani. Na jó van, itt viszont eltűnt az eszközök között. Jó van, na hát ilyen gyakran szoktam mindig egyébként benézni, hogy így most tűnt föl, hogy ezek még itt vannak, ezek az eszközök. Szerencsére nincs rá szükség, illetve hát amit akarok a telefonról, mindent el tudok intézni. Sziasztok!